Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, fennállva dicsérjük Istenünket az új énekes füzetünknek a 187. énekével. Uram, te hozzád futok, fussunk Istenhez. Nagyon sok szeretettel köszöntjük a megjelent gyülekezetet, illetve a kibővült gyülekezetet. Mert zavarba vagyok, mindig a templom a hirdetések után szokott megtenni, most meg egész hamar megtel. De nem árulkodok az itthoniakra. Köszöntjük a Megdesz téli tábornak a résztvevőit is, és azokat is, akik a képernyőkön előtt ülnek és ránk találtak, mert most kicsit el lettünk bújva a szokásos helyről. Úgyhogy Isten hozott mindnyájunkat. Szeretnék két dekoratívabb segítőt ide hívni mellém, mert ők is fognak majd segíteni a hirdetésben. Tehát a mai alkalommal a Megdesz szolgálók adják a kameramunkát, a hangosítást, a zenét, az ima szolgálatot, meg hát segítettek nekünk az úrvacsorai előkészítésben, a ajtónál állóknak is sok mindenben. És hát már 3-4 napos közös múltra nézünk vissza, mert itt voltak ebben a táborban. És hogy milyen egyéb múltra nézünk vissza, ez még azért érdekes, mert én ugyan nem voltam soha Megdesz tag,
de voltam 1990-valahányban Megdesz konferencián, és akkor találkoztam egy akkori Megdesz vezetővel, Kovács Endivel, aki azóta mi gyülekezetünk tagja lett. Aztán hát itt Járai Mártont említem, vagy Kovács Endit már említettem, igen, vagy Benkő Andrissal futottam össze tegnap, meg hát nagyon sokféleképpen össze voltunk boronálva itt a Bernhandórával, meg Anna-Mari Kollal, hát sok mindenki közös ismerősünk van, és egy szép élmény a mai alkalommal, hogy egyrészt azért is van ennek jelentősége, mert a mi fiataljaink is láthatják, hogy van egy egyetemi misszió, ugye ki van írva, hogy Krisztus egyetemes, ugye a Megdesz logó, tehát jó nekünk is tudni, hogy van az egyetemen is egy ilyen missziói közösség és élet, és a Megdesznek is érdemes látni, hogy van itt egy ilyen befogadó templom. Kicsit várban szűk volt, mert ugye 250 emberrel nehezen birkózott az épület, de hogy vannak olyan gyülekezetek, akik várják a fiatalokat, és várják azt, hogy a Megdeszből felnővő, és ott tényleg megerősödő, roborálódó emberek, majd aztán gyülekezeti húzóerők legyenek. Mint ahogy nálunk is egy jó pár presbiterünk, ex-megdeszes, úgyhogy csak így mondom. Jó, és akkor a mai alkalom menetéről, meg sok mindenről még hallunk. A mai persejpénzről Fanni mond nektek egy pár szót. Köszönöm szépen. Én is szeretnék hálát adni a gyülekezetnek is azért, hogy átengedtétek az otthonotokat számunkra erre a 4 napra. Én mondhatom a többiek nevében is, hogy belaktuk, és remélem, hogy jól laktuk be, hogyha bármilyen visszajelzésetek akad, akkor azt szeretettel fogadjuk az elpakolások után. És a persejpénzről. Megdesz a Magyar Evangéliumi Keresztény Diák Szövetség, de egyébként 167 helyen szerte a világban, 167 országban van még ilyen felekezetközi egyetemi diák mozgalom, és mi a vasárnapi megdeszes istentiszteleteinken olyas valakiknek egy olyan mozgalmat szoktunk kiválasztani, akik rászorulnak, és a számukra gyűjteni a két részpénzeinket, és aki amennyit jó szívvel és önkéntesen tud adakozni. Az idén úgy döntöttünk, hogy a nemzetközi ernyőszervezetünknek, az IFES-nek egy olyan kezdeményezését támogatjuk, ahol csak egy darab fizetett munkatárs tudja az országos feladatokat ellátni, azért, hogy segítsük őket abban, hogy teljesüljön az, ahogyan Jézus is kettesével küldte ki a tanítványokat, és hogy bárcsak amellé az egy szolgáló mellé lehetne csupán egy másik szolgálótárs. Úgyhogy a mai persejpénz, amennyiben szívesen adtok, egy másik országbéli Megdesznek fog menni, és reménykedünk, hogy társat talál az az egy munkatárs. Köszönjük szépen! Nem tudjuk most, hogy melyik országnak, mert ezt a nagy testvérre bízzuk, szóval, hogy ők jobban átlátják, hogy abból a 167-ből hol van egy darab munkatárs. Néhány gyülekezeti hirdetés fogunk most hallani, és aztán utána még az alkalom menetéről fogunk hallani. Most először is azt hirdetem, hogy jövő héten lesz egy ifi táborunk, amiről Hajnalka mond többet, és majd más is történik, mint hirdetés. Nagyon nagy öröm, hogy az ifiseink 82 fővel táborba mennek Nagybörzsönybe, és szeretném, hogyha a vezetőket, akik sok munkát fognak, meg már eddig is tettek bele, egy áldással bocsátanátok bennünket el, én magam is az egyik ilyen vezető vagyok, úgyhogy én lehet, hogy megkérném a gondnokunkat, Józsit, hogy segítsél ebben az áldásban, csak egy kézrátétel, semmi egyéb, az nem semmi. És akkor Fanni és András, és még Andy, gyere, légy szíves, csak tedd ránk a kezedet, mint megdeszes. És akkor azt kérem, hogy a fecskék segítők jöjjenek ide, a darvak segítők jöjjenek ide, a komisz ifi segítői jöjjenek ide most. Mindenkin legyen egy kéz, az lenne a cél, hogy az annyira jól esik, hogyha így ránk teszitek a kezeteket. Ági, beállnál te is, mint presbiter asszony, jó? Kérlek. Ide mögünk, az jó lenne. Jó, gyere,
Drága Istenünk, köszönjük neked ezt a gyönyörűséget, hogy fiatalok között dolgozhatunk, és hogy bepillantást adsz nekünk a jövő egyházába, és hogy igen, amit mi most itt teszünk, az hatással van a jövőre. És Urunk, köszönjük neked, hogy ennyi gyerek akar jönni, és vágyják a közösséget, és persze nagyon jó buli lesz, de azért is könyörgünk, hogy felragyogjon a te dicsőséged, a te szereteted, a szavadnak az ereje. Áldj meg bennünket, hogy Szent Lelked jelenlétét gyakoroljuk, amikor ebbe a táborba megyünk, és könyörgünk, hogy hadd tudjunk érzékenyek lenni a gyerekekre, a problémáikra, az örömeikre, hogy tudjunk velük együtt mozdulni, tudjunk hidak lenni te közötted és ő köztük. Jézus Krisztus nevében kérünk, hogy áld meg ezt a ifistéli táborunkat jövő hétvégén. Amen. 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 Köszönöm szépen. Máskor is szoktunk ilyen megáldást, de most azért is ragaszkodtam hozzá, hogy bátorítsalak benneteket, hogy a helyi gyülekezeteitekben nagyon nagy dolgot tudtok tenni akkor, hogyha valahogy besegítetek az ifjúsági munkába, tényleg a jövő egyházára vagyunk hatással. A liturgiás lapon sok minden megtalálható, de én kiemelek három dolgot. Az egyik a keresztkérdések kurzus. A keresztkérdések kurzus lehet, hogy sokan ismeritek, de hogy ha olyan emberetek van, olyan ismerősötök van, aki érdeklődik a kereszténység iránt, vagy keresztelkedni szeretne, vagy kötözködő kérdései vannak, és ti már nem bírjátok, akkor küldjétek a keresztkérdések kurzusra, hogy ez indul március 1-ével. A másik a már keményebb generációnak, akik már kijöttek a keresztkérdésekből, felnőtt konfirmandus kurzus is indul, ez is még február végéig beindul, úgyhogy erre is, ha valaki még nem jelentkezett, de úgy érzi, hogy megérett a helyzet, akkor hívjuk, várjuk, és jelentkezzen nálam. És azokhoz is szólok, akik elég sokan most jöttek újonnan a gyülekezetünkbe, most nem a megdeszből akarok halászni, de hogy akik bejöttek a gyülekezetbe, és túl nagynak érzik, hogy hát itt elveszek ebbe a közösségbe, a házi csoportok arra valók, hogy a hitbeli életünket is jól éljük meg, illetve hogy kapcsolódjunk személyesen is emberekkel, és akkor így jobban otthon érezzük magunkat. Jó, tehát hogy itt van Nagy Gábornak a elérhetősége, ő a koordinátor a házi csoportoknak, úgyhogy hozzáforduljunk bizalommal. Jó, a mai alkalom menetéről mondom még, hogy a könyvasztal, a harmatos könyvasztal fölköltözött a karzata, tehát hogyha valaki könyvet szeretne venni, oda menjen, és az úrvacsora alatt imaszolgát is fog működni. Fanni erről többet mond. Igen, van egy nagyon elkötelezett imaszolgálatunk. Kék nyakbaakasztóval találjátok meg őket. Itt a folyosón 3 pár, és fent a karzaton 2 pár vár benneteket az Isten tisztelet alatt. Ők a tábort egyébként is hordozzák, reggelente bemosakodnak, estelente kimosakodnak, szóval van egy bizonyságfelhő és egy rendszeres ima támogatás, és megbízhattok bennük, náluk marad, nem térnek vissza a témáitokra. Ha Isten indít benneteket és szükségetek van rá, akkor keressétek őket bizalommal, kék nyakbaakasztóval. Köszönjük, és a úrvacsora miatt is hosszabb lesz az alkalom, meg azért is, mert többen vagyunk. Viszont az úrvacsorai liturgia után, ahogy mi bezárjuk egy áldással majd, az áldás után még a megdesz együtt marad. Aki viszont, akinek gyermeke van, az mindenképpen az úrvacsorai áldás után majd, illetve a hajnoka által adott záró áldás után szedje össze a gyermekét. Jó, tehát ezt kérjük. Aki nagyon szívesen meghallgatja még a megdeszeseknek a bizonyságtételét, morzsaszedegetését, benn maradhat. Tehát, de ugyanakkor, tehát aki nem akar itt maradni, az az áldást követően egy ének, amikor az záróének van, akkor elmehet haza, illetve hát úgy hirdetem ezt, hogy nem kell hazamenni, mert szeretett vendégséget is készítettünk, és nagyon köszönjük azoknak, akik ebbe bele adták a szívüket, lelküket, hogy amikor fél egy körül vége lesz az összealkalomnak, akkor várjuk szeretettel azokat, akik még itt akarnak beszélgetni egy kis szeretett vendégségre, és itt pedig az asztalokat kirakjuk, és itt lesz majd az ebéd az itt evédelőknek a templom térben. Úgyhogy ezeket akartam mondani. Más összem nincsen, akkor
Folytassuk a viszontlátásokat. Köszönöm szépen. Az új énekes füzetünk 135. énekét énekeljük, mint szarvas hűs vízforrásra, úgy szomjazik lelkem rád. Isten igéjét olvasom, a Máté evangéliuma 5. fejezetéből a boldog mondásokat. Így szól hozzánk Isten szava. Amikor Jézus meglátta a sokaságot, felment a hegyre, és miután leült, odamentek hozzá tanítványai. Ő pedig megszólalt, és így tanította őket. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek.
Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és újongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek. Válaszoljunk Isten szavára, imádkozzunk. Ó, Úr Jézus, milyen különleges boldogság ez. Egészen más, mint ahogyan mi sokszor elképzeljük a boldogságot. Urunk, hálát adunk neked, hogy szól hozzánk ma reggel az igéd, és hálát adunk ezért a közösségért, ezért a csodálatos találkozásért. Tényleg nagy boldogság, hogy fiatal egyetemisták és egy lakótelepi gyülekezet így kapcsolódik most össze a te ünneplésedben. És Urunk, van bennünk bűnbánat is, mert sokszor a boldogságot nem jó úton keressük, sokszor a saját fejünk után megyünk, amikor a boldogságot kutatjuk, és sokszor zsákutcákba futunk. Bocsáss meg nekünk, és szeretnénk most újra megnyitni a szívünket, értelmünket előtted, Urunk, hogy taníts bennünket a te útaidra. Szent lelked vezesse az igehirdetőt és a befogadót, mindannyiunkat, hogy valóban megértsük azt a boldogságot, és megéljük, amit te készítesz a számunkra. Áldásodat kérjük a mai alkalmunkra, ünneplésünkre, Jézus nevében. Amen. Az ige hirdetésre készülünk, az igét Heizer Tamás baptista pásztor fogja köztünk végezni, a Barnabás csoport vezetője, és énekeljük az új énekeskönyvünk 83. énekét, Itt a szívem.
gyúrjon fel lelked, e hitvány koron. A ma végső harcon, rád bízom magam. Örök hajlékodba, fogadj be, Uram! Fogadj be, Uram! Fogadj be, Uram! Tel és szeretettel üdvözlök gyülekezet tagjait is, és köszönjük, hogy otthon tartatok nekünk, és a fiatalokat is, a téli tábor részvevőit. A téli tábornak a témája a vágy és a valóság. A záró igehirdetés is ebbe illeszkedik bele. Az alapigénk a Máté evangéliumának az 5. fejezetnek a 6. verse. Tehát Máté evangéliuma 5. fejezet, 6. vers. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők megelégítettek. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük, hogy emlékezhetünk rá, hogy a sír üres volt, hogy Te élsz, és hogy van egy ígéreted, hogy ahol ketten vagy hárman összejönnek a Te nevedben, Te ott leszel. Szeretnénk most így megérkezni hozzád, és nyitott szívvel itt lenni előtted. Jó tudni, hogy napra kész vagy belőlünk, tudod, hogy honnan jövünk, hova megyünk vissza, mi az, amivel küzdünk, mi az, aminek örülünk. Szeretnénk, Úr Jézus, itt lenni azért, hogy azt a munkát, amit Te akarsz, elvégezz a szívünkbe. Amen. Máté evangéliumának ez a felolvasott szakasza, ez egy nagyon híres beszéde Jézusnak. Nagyon-nagyon sok embernek a szívét rabul ejtette már. Filozófusokért, teológusokért, egyszerű emberekért, még nem hívőkért is. Nagyon sokan dolgoznak vele, és küzdenek azzal, hogy Jézus mit is akart mondani. Ágoston nevezte ezt hegyi beszédnek, és azóta élez így a keresztény köztudatban. Jézusnak ez a beszéd, ez az ige hirdetése, ez máig egy megmagyarázhatatlan erővel markolja meg azoknak a lelkét, akik rászánják magukat, hogy elolvassák, és hajlandóak egy picit az életükhöz közel engedni, és meghallani azt a hívást, ami Istentől jön. Nagyon remélem, hogy tudok egy kis kedvet csinálni a fiataloknak, hogy olvassátok el valamikor ma, hazafelé esetleg, vagy a héten, szánjátok rá az időt. Ahogy Jézus itt a hegyi beszédben beszél, igazából azt mondhatnánk így a mai szavainkkal, hogy elmondja, hogy ő mit gondol a kereszténységről. Mit jelent kereszténynek lenni? Mit jelent az ő tanítványának lenni, mit jelent őt követni, és azért érdemes erre hallgatni, mert ezt sokan mások is megpróbálják megfogalmazni. Ha kicsit nagyobb szavakat használhatok, akkor a hegyi beszéd az Isten országának az alkotmánya. Mondhatnám azt, hogy az Istentől elidegenedett világban az Istent szerető és az Istent komolyan vevő embereknek a függetlenségi nyilatkozata. Függetlenül attól, hogy mi történik körülöttünk, és az emberek mi mindenre szánják oda az életüket, az a szabadság, amire Isten hív bennünket, mire tesz készé bennünket. És hát a hegyi beszéd a boldogmondásokkal kezdődik, és ennek a negyedik boldogmondást szeretném kicsomagolni veletek együtt egy kicsit, ugye, hogy boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítettek. Az Úr Jézus ebben az egy mondatban összekapcsol három dolgot. A boldogságot, a vágyakozást és az igazságot, és hozzáteszi a végén, hogy ehhez ő egy ígéretet is tud tenni, hogy akiknek az életében ez így megfogan, és valamit kezdenek vele, akkor a jövőben beteljesül egy ígéret, hogy ők megelégítetnek. Hát kezdjük akkor a három közül a boldogsággal. Először is nagyon elgondolkodtató már az önmagában, hogy ha Jézus tényleg a kereszténységről beszél, az ő követéséről beszél, a tanítványságról beszél, annyi mindennel kezdhette volna. Például a feltételekkel, nem? Minek kell megfelelni annak, aki az ő tanítványa akar lenni. De nem ezzel kezdi, hanem meghív minket egy olyan követésre, aminek a lényege valahogy a boldogsághoz kapcsolódik.
azzal kezdi, hogy boldogok, és 8-szor mondja ki ezt a szót hangsúlyozva. A bennünk élő legmélyebb sóvárgás szólítja meg ezen keresztül Jézus, a vágyakozást, a boldogság utáni vágyat. Ugye ez az, amit az ember elveszített az Édenben, és azóta keresi mindenhol, ahol csak tudja. Hozzá kell tennem azt is, hogy amit itt a boldogságnak fordít a Biblián, az ettől egy sokkal mélyebb kifejezés. Benne van az, hogy áldott emberekről beszél Jézus. Mindazzal a gazdagsággal, amit a Bibliában jelent, áldottnak lenni. Tehát ez a boldogság, amiről Jézus itt beszél, az nem csak egy emberben megszülető belső pozitív érzelmi állapot, hanem egy élettel teli vibráló kapcsolat Isten és az ember között. Ez az, amiben Jézus hívja a hallgatóit, és hív bennünket is ezen keresztül most. Jézus elismeri a boldogság keresésének a legmélyebb vágyát. És azt mondja, hogy igen, ez egy jó irány. Amire a lelked vágyik, ott valami olyan dolgot találhatsz, ami egy nagy kincs. És úgy találod meg, hogyha engem követsz. Ugye a normálisnak ismeri el ezt a törekvést Jézust, ami mélyen a lelkünkbe van kódolva. Miért? Hát nagyon érdekes, hogy az első Timóteus levél, az első fejezet 11. versében is, meg a 6. rész 15. versében is Istent nevezi boldog Istennek. Ritkán szoktuk ezt a jelzőt vele kapcsolatban használni. Hatalmasnak, szentnek, sok-sok mindennek gondoljuk őt, és nevezzük is őt. De itt az ige azt mondja, hogy az egyedül boldog Isten ő. És ő az ő képére teremtett bennünket, az ő hasonlatosságára teremtett bennünket, és ez annyi mindent jelent, de benne van ez is, hogy a boldog Isten egy olyan közösséget álmodott meg önmaga és az ember között, amit a boldogság jellemez. Erre lettünk teremtve, ez a vágy mélyen belénk van kódolva, és Jézus erre igent mond. És szinte azt üzeni ezzel, hogy Isten újra igen mondott az ember boldogságára, amit az ember elveszített. A boldog mondásokat olvastva azt kell látnunk, hogy Jézus, amiről beszél, az egy picit mást jelent, mint ahogy mi gondolkodunk a boldogságról. Van benne egy feszültség, egy paradox módon jelenik meg, egy látszólagos feszültségben jelenik meg az az ígéret, hogy aki őt követi, az boldog lehet. Ugye végig gondolhatjuk, hogy miért is lenne boldog az, akit üldöznek. Miért is lenne boldog az, aki gyászol? Mitől lenne boldog az, aki éhezik és szomjazik? Itt van ez a feszültség. Jézus ezt nem tünteti el, sőt, kiemeli, hangsúlyozza. És hát jó volt ezt az egész lekciót végigolvasni, ahogy hajnal ezt olvasta, hogy ezt fokozza, mert oda jut a boldog mondások végén, hogy újongjatok. Szóval elindul a boldogsággal, és eljut az újongásig, de benne van egy ilyen nagyon érdekes, számunkra talán egy kicsit furcsa feszültség. És ezzel Jézus azt akarja kifejezni, hogy egy megtört világban élünk benne, egy még megtört világban indultunk el, vagy indulunk el az ő követésére, és hogy ebből következik ez a feszültség. Isten országa ebben a világban, amikor megjelenik, olyan nagy az ereje, hogy sok-sok szenvedés, rúdság, fájdalom, igazságtalanság ellenére is meg fog jelenni a boldogság a tanítványok életében. Abban a formában, ahogy Isten nekünk ezt vissza akarja adni. Miért fontos nekünk tudatosítani ezt magunkban? Mert majd olyan kultúrában élünk, amit a boldogság kultusszal lehetne leírni. De ez a boldogság, amiről Jézus beszél, az nem az örömnek a túlhajtásából születik meg. Ez valami teljesen más. Nem az élvezetnek a fokozásából jelenik meg. Itt valami teljesen másról van szó. Ugye ma egy olyan világban élünk, az a kultúra, ami körülvesz bennünket, az például elfogadja azt, hogyha a hűtlenséget valaki azzal igazolja, hogy nem voltam boldog, vagy hogy boldog szerettem volna végre lenni, akkor fejet hajtunk, és azt mondjuk, hogy hát most mit mondjunk erre? Ha ezzel indokolja, hogy elhagyta a szeretteit, a feleségét, férjét, gyermekeit, barátait, vagy gyülekezetét, mert boldog szeretett volna lenni,
Akkor most erre mit mondjunk? Joga van hozzá. Úgy érezzük, hogy hát az emberi életnek egy szerves része, mindenki keresse a boldogságot. A boldogság az önmegvalósítás, a kiteljesedés, az önazonosság, a személyes identitásunk keresése. Ezek mind-mind előrébb való dolgok, fontos dolgok. Nagyon érdekes, hogy Jézus ezeket a dolgokat az életünkben nem kicsinli le. Nem azt mondja, hogy ezek nem számítanak. Számítanak ezek. De a maguk helyén. A maguk helyén és a maguk idejében. Néhány dolgot akarok kiemelni így a boldog mondások kapcsán, hogy mi mindent hát vonhatunk le következtetésként, és figyelhetünk rá a saját életünkkel kapcsolatban. Az egyik, hogy a valódi boldogság elválaszthatatlan Jézustól. Ugye a hegyi beszéd az a követésre hívja meg a hallgatókat. Ebben a kapcsolatban értelmezhető az a boldogság, amire Jézus hív bennünket. A másik dolog, hogy a boldogság elválaszthatatlan a fejlődéstől. Itt 8 boldogságot olvastunk a lekcióban. Ez nem 8 típusú, nem 8 embertípust jelöl, hogy az egyik ezért boldog, a másik azért boldog, hanem ez az ember, a tanítvány, Jézus követőjének a lelki formálódásának a stációit írja le. Aki Jézus tanítványa, szembe fogja találni magát valamikor ezekkel a dolgokkal, amik a boldog mondásokban szerepelnek, és ez egy-egy fejlődési fázis szakasz az életébe. Tehát a boldogság az nem egy statikus állapot, akkor tudjuk átélni, amikor az életünk mozgásban van Isten felé, amikor fejlődik. Amikor megelégszünk azzal, ahova jutottunk, amikor megállunk a fejlődésben, és azt mondjuk, hogy vannak itt bőven mások, akiknek fejlődni kell, én elég jó vagyok már így, ahogy vagyok, akkor el fog illanni ez a boldogság. El fog tűnni. És emlékeztet bennünket, hogy Isten valami többre hív, ne állj meg, úton vagyunk. Ugye a keresztény életnek a nagy képe a Bibliában, az az úton lép, az utazás. És végül a boldogság elválaszthatatlan a közösségtől. Ha majd végignézitek, a 3., 5., 7. boldog mondás egyszerűen értelmezhetetlen a közösség nélkül. Nem lehet megérteni. Az csak egy közösségben lehet megérteni, amit Jézus azzal kapcsolatban mond. Ez pedig azt jelenti, hogy minden olyan gyümölcs, ami a személyes fejlődésünkből megszületik, az egy olyan ajándék, amit tovább kell adnunk, meg kell osztanunk. És hát minden egyes fejlődés akkor legitim és egészséges a kapcsolataink, hogyha kapcsolatainkban hasznosul, ha mások is élvezhetik azt. Amikor az én boldogságomnak az az ára, hogy mások boldogtalanok legyenek, akkor valószínű nem Krisztust követem már, valami mást. Tehát a boldog mondások egy nagy felhívás, hogy ne add fel a lényeget. Jó helyen keresed az élet értelmét. Isten, egy boldog Isten, és egy ilyen életre hívott meg téged is. Azzal együtt, hogy Jézus belecsomagolta ezt a feszültséget is a boldog mondásokban, hogy egy megtört világban ez így tud megjelenni. A másik dolog, amit látunk, hogy Jézus az éhségről és a szomjúságról beszél, hozzáköti ezt a boldogsághoz. És hát ugye ez egy önellenmondásnak tűnik, mert az éhség és a szomjúság alapvetően egy hiányállapot. Valami, ami nincs, okozza ezt, hogy éhezünk és szomjazunk. És hát ezt nem a pozitív érzelmek között szoktuk számon tartani. De összekapcsolja a boldogsággal. És ezt tudatosan teszi Jézus, ezzel azt a feszültséget belehelyezi azzal kapcsolatban, amit ő a boldogságról nekünk mondani akar, és amire meg akar hívni. És ennek van egy funkciója. Ennek a feszültségnek, ennek a paradox gondolatnak van egy funkciója, hogy meg akarja értetni velünk, hogy emlékeztetni akar minket arra, hogy bár már most a miénk lehet valami, az Istennel helyreállt kapcsolatunk már most nagyon sok minden szempontból az örömnek a forrása lehet. Mégis, még nem a miénk minden, még egy megtört világban élünk. A java még hátra van, az új ég és új föld, még ezt várjuk. A teljesség még előttünk áll. És miközben elmondhatjuk, hogy már a miénk, itt és most valami, mégis tudnunk kell azt is, hogy de még nem teljesen a miénk minden. És ez a feszültség emlékeztet bennünket arra, hogy a java még hátra van. Számítsunk arra, hogy amit Isten készít nekünk, az minden álmunkat és a legmerészebb fantáziánkat is meg fogja haladni.
amikor egyszer vele fogunk találkozni, és eljön ennek az ideje. És addig a szomjúság és az éhség emlékeztet bennünket arra, hogy van tovább, van több. Istennek a mélységei, a vele való közösségben átélt mélység, az kimeríthetetlen. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra. Tehát Jézus az éhséget és a szomjúságot hozzáköti az igazsághoz. De mit jelent ez? Az Új Szövetségnek két kifejezése is van az igazságra, amit magyarul igazságnak fordítunk. Az egyik úgy is visszaadható, hogy valóság. Tehát mindaz, amit Isten létrehozott, létezik, valóban van, és azzal összhangban van. Ez az igazság. Például a Szentlélekről, amikor mondja Jézus, hogy ő az igazság lelke, akkor ez a szó van ott. A Szentlélek nagyon jó kapcsolatot ápol a valósággal, és a munkájának az egyik része, hogy visszaterel minket a valósághoz, amikor attól egy kicsit elrugaszkodunk. A másik szó viszont úgy adjuk vissza, hogy megigazulás a teológusok, de ez a protestáns közösségek között egy olyan teológiai közhely lett, ami hát egy nagy misztérium van mögötte, de már így átszalad a fülünkön, itt be ott ki ugye a hangsebességgel, és kevésbé érinti meg a szívünket. Úgyhogy én szeretném egy kicsit, lehet, hogy nem teljesen dogmatikailag korrekten, de körbejárni ezt veletek, hogy visszavigyen bennünket ehhez a titokhoz. Amit itt mond a megigazulásról Jézus, hogy aki ezután szomjazik és éhezik, az meg fogja lepni az a boldogság, ami Isten országából érkezik a szívében. De mit jelent ez? Ez a megigazulás, ez egy különleges harmóniának a helyreállása az életünkben, amire az ember lelkének nagyon nagy szüksége van. Sokan nagyon sokat keresnek azzal, hogy a harmóniát ígérik különböző technikákkal embereknek, és fizetünk érte, hogy valahogy szert tegyünk rá. A megigazulásból származó boldogság az ennek a harmóniának, egy különleges harmóniának a helyreállásáról szól, amire az emberi léleknek nagy szüksége van. Ugye tudjuk és hisszük, hogy minden, ami létezik, azért van, mert Isten alkotta és teremtette. De arra kevésbé szoktunk gondolni, hogy Isten nem csak a teremtett dolgokat alkotta, hanem a köztük lévő összefüggéseket is ő hozta létre. A kölcsönhatásokat, az összefüggéseket, a kapcsolatokat is ő hozta létre a teremtő dolgok között. Ez érinti nekünk, mint teremtményeknek az Istennel való kapcsolatunkat, az egymással való kapcsolatunkat, az önmagunkkal való kapcsolatunkat, a teremtett világgal való kapcsolatunkat, és ezek a kölcsönhatások és kapcsolatok, ezek szintén Istennek az alkotásai. Tehát vannak olyan törvényszerűségek, amik ezeket a kapcsolatokat létrehozzák és fenntartják, ezek Isten törvényei. Néhány ezek közül úgy szoktuk hívni, hogy természeti törvények. A tudomány vizsgálhatja őket, ugye főleg a természettudományok területe ez. De a világunkat áthatják például erkölcsi törvényszerűségek is, amik mélyen bele vannak vésve az emberi szívbe, a lelkiismeretbe, és történelmi koroktól és kultúráktól függetlenül látjuk, hogy az emberek ezek mentén tartják jónak vagy rossznak a dolgokat, szépnek vagy rútnak. Ott van a szívünkbe belevésve egy csomó ilyen erkölcsi törvényszerűség, és léteznek lelki, szellemi, spirituális törvények is, amik a teremtett valóságot átszövik, áthatják. Ezek mind Isten törvényei, ő alkotta meg ezeket, és szabályozzák az emberi együttélésnek a formáit, és az Istennel való kapcsolatunkat, és a világgal való kapcsolatunkat is. Amikor az ember áthágta ezt, akkor ezt az igazságot elvesztette. Ebből a harmóniából kiesett. Isten előtt nem volt már többé igaz. Az igazságossága összetört. A kapcsolat a teremtőjével és a teremtett világgal, önmagával is és másokkal is sérült. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy kiesett abból a harmonikus viszonyból, amit Isten létrehozott, amikor nem csak a teremtett dolgokat, hanem a köztük lévő viszonyt is megalkotta és megteremtette. Tehát egy diszharmóniában él az ember. És akkor, mikor Krisztussal találkozunk, és ő meghív bennünket az ő követésére, akkor boldogok vagyunk, ha szomjazunk erre a harmóniára, erre az igazságra, mert ő meg fog elégíteni bennünket.
Tehát a megigazulás azt jelenti, hogy Isten Jézusért ingyen visszaadja ajándékba az elveszett igazságunkat, és az életünkben kezd újra helyreállni ez a harmónia Istennel, önmagunkkal, másokkal és a világgal. Újra éled. Azért paradox ugye a boldogság, amiről itt Jézus beszél, mert ez már most a miénk, de még nem teljesen a miénk. Hiszen Jézus azt mondja, hogy már most boldogok vagytok, ha ez az igazsághoz közeledtek, szomjaztok rá. De majd fogtok megelégítetni. Ez már most, és a még most nem teljesen feszültségében zajlik. Ez hozza létre a lelkünkbe a szomjúságot, hogy valami már most a miénk, de tudjuk, hogy ami ebben benne van, az a csoda, az még majd a jövőben fog kibontakozni. Úgyhogy emiatt paradox az a boldogság, kibontani a maga fantasztikus szépségébe, teljességében a jövőben fog. De mivel már most a miénk, a megigazulás, boldogok vagyunk, de mivel a java hátra van, ezért éhezünk és szomjazunk is rá. Vágy és valóság. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Ugye onnan indultunk, hogy a valódi vágyaink ajándékok. Ez volt az első előadás, hogy út a szívünkhöz. Endit idézve az a nyelv, amit a szívünk beszél, a vágyakozás. Isten megtalál bennünket a vágyainkon keresztül, visszahív önmagához. Aztán szó volt arról a második előadásban, hogy vágyakozni az igazságra, a valóság értelmében, és hogy ez egy felelősségteljes életre hív bennünket, hogy vágyunk arra, hogy a valódit megismerjük, és az életünkben az teret kapjon. Itt viszont Jézus egy olyan életre hív, ami harmóniába kerül Istennel, arra a fajta igazságra hív bennünket, és azt mondja, ha engem követsz, én meg ajándékozhatlak téged ezzel. Szeretném, hogyha most egy picit elcsendesednénk, kérlek és benneteket bátorítok, hogy csukjátok be a szemeteket egy kicsit. És hogy így befelé és fölfelé figyelve reflektáljatok, hogy ebben a boldog mondásban mi az, ami engem megszólít, amire Isten most engem hív. És mondjátok ezt el így magatokban, imádkozzatok, válaszoljatok Istennek, és egy pici csend után én befejezem imádsággal. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy te azért lettél emberré, azért vetted magadra a mi sorsunkat. Vállaltad a szenvedést, a halált, kereszthalált, és azért támadtál fel, hogy visszaadj nekünk valamit, amit elvesztettünk. Visszahelyezzél bennünket abba az összefüggésbe, amiben mi belettünk hívva a létezésbe. Köszönjük, hogy te tudsz újra harmóniát teremteni az életünkbe, bennünk is, magunk körül is. Hogy újra igazak lehetünk az Atya előtt, és igaz emberként viszonyulhatunk egymáshoz. Köszönjük, Úr Jézus, hogy ami besz került, azt te vállaltad, értünk. És köszönjük, hogy amikor hívsz bennünket a te követésedre, akkor nem a kellekről beszélsz, hogy minek kell megfelelnünk, nem a muszájról beszélsz, hogy muszáj nekünk valamivel azonosulnunk, hanem a legmélyebb sóvárgást, vágyakat szólítod meg bennünk, hogy visszavezess a lényekhez, az Atyához. És köszönjük, hogy ebből a szeretetből megszülethet a mi válaszunk szabadon, az engedelmesség. És segíts, hogy akik most itt vagyunk, tudjunk követni így téged. Hogy a világ ne örömtelen keresztényeket lásson maga körül, akik elvesztették a képességüket, hogy élvezni tudják az életet, hogy örülni tudjanak valaminek, csak a szabályokat követik, hanem hogy lássák ezt a felszabadultságot, ezt a harmóniát az életünkben, ami minket örömmel tölt el, és lássák azt a sóvárgást is, hogy mi többet remélünk, hogy tudjuk, hogy merre tart az életünk. És ezzel is hozzá tudjunk vezetni még sok-sok embert, barátainkat, rokonainkat, munkatársaink közül. Amen.
Úrvacsorára készítjük a szívünket, és a új énekeskönyvünk 83. énekét énekeljük, Itt a szívem. Nem ér.
azt mondta a gondnokunk, gyülekezetünk gondnoka Józsi, hogy legyen ez az év az öröm éve. Hát ez az ige hirdetés méltó indítása ennek, és ez az úrvacsorai közösség is egy öröm vacsora lesz. De ahogy az elején is mondtuk, ez egy ökumenikus istentisztelet, a MEGDESZ nagyon tudatosan ökumenikus ifjúsági szervezet, és mi pedig nagyon tudatosan ökumenikus református gyülekezet vagyunk. Nagyon sok felekezetből van testvérgyülekezetünk, és nagyon szeretjük és intenzív kapcsolatban vagyunk a szomszédos Szent Háromság plébániával is, úgyhogy ezt nem csak mondjuk, hanem gyakoroljuk is, és itt az úrvacsora pedig ki fogja ezt ábrázolni, az úrvacsorai közösség. András mond erről többet. Elkezdjük, oké. Mondjunk el közösen egy imádságot. Kérlek benneteket, hogy minden gondolat végén a következő mondattal válaszoljatok. Ó, halld meg imádságunkat! Eléd jöttünk ma reggel, hogy dicsőítsünk téged. Ó, halld meg imádságunkat! Eléd jöttünk ma reggel, hogy letegyük a minket megkörnyékező bűnt. Ó, halld meg imádságunkat! Eléd jöttünk ma reggel, hogy szent lelked segítségét kérjük a mai napunkhoz. Ó, halld meg imádságunkat! Bocsásd meg egyéni bűneinket. Ó, halld meg imádságunkat! Bocsásd meg egyéni mulasztásainkat. Ó, halld meg imádságunkat! Bocsásd meg, amikor nem osztottuk meg az evangéliumot, holott megtehettük volna. Ó, halld meg imádságunkat! Bocsásd meg néped bűneit, amikor hűtlenül elhajoltunk tőled. Ó, halld meg imádságunkat! Újíts meg minket, újíts meg népedet. Ó, halld meg imádságunkat! Atya Isten, teremtsd újjá népedet. Ó, halld meg imádságunkat! Fiú Isten, mosd meg minket szent véredben. Ó, halld meg imádságunkat! Szentlélek Isten, szentelj meg minket. Ó, halld meg imádságunkat! Mindezt a te fiad Jézus nevében kérjük. Amen. Amen. Maga az Úr rendelte el ezt a szentséget. Megparancsolta tanítványainak, hogy fogyasszanak a kenyérből és a borból, megtört testének és kiontott vérének jelképeiből. Ez az ő asztala. Az ünnepi étkezésre az ő tanítványai hivatalosak. Mindazok, akik igaz bűnbánattal elhagyták bűneiket, és üdvözítő hittel hisznek Jézusban, jöjjenek, és vegyék ezeket a jeleket, s lelkük vigasztalására és örömére hitáltal részesedjenek Jézus Krisztus életében. Gondoljunk arra, hogy most úrunk halálára és szenvedésére emlékezünk, de ez egyúttal visszatérésének jelképe is. Ne felejtsük el, hogy az Úr közös, egyetlen asztalánál egyek vagyunk. Imádkozzunk! Mindenható Isten, mennyei Atyánk, aki gyengéd szeretetedből egyszülött fiadat, Jézus Krisztust adtad, hogy megváltásunkért kereszthalált szenvedjen. Alázatosan könyörgünk, hallgass meg minket. Add, hogy amikor fiad, ami üdvözítünk, Jézus Krisztus szent rendelése szerint, az ő szenvedésének és halálának emlékére magunkhoz veszük adományaidat, a kenyeret és a bort, részesülhessünk az ő engesztelő áldozatának áldásaiban. Amen. Hisszük, hogy mindenkinek, aki Isten előtt cselekedetében vagy szándékában bűnössé lett, bűnbánatot kell tartania.
A bűnbánat magában foglalja egyrészt a bűnről alkotott elképzelésünk őszinte és gyökeres megváltozását, másrészt a személyes bűntudatot és a bűntől való önkéntes elfordulást. Ha valaki kész megbánni bűneit, annak Isten lelke kegyelmesen segít abban, hogy szíve bűnbánatra jusson, és megadja neki az irgalom reménységét. Ezek segítségével képes lesz hinni, és így bűnbocsánatban és lelki életben részesül. Tartsunk egy kis csendet, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr vacsorát. Könyörülj rajtam, kegyelmeddel, Istenem! Töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal! Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem! Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek! Mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet, tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Így irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Emlékezünk arra, hogy Urunk azon az éjszakán, amen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. A vacsora után ugyanúgy vette a poharat is, miután hálát adott tanítványainak adta, és így szólt, e pohár az új szövetség, az én vérem által, amely értetek kiontatik. Ezt cselekedjétek valamennyiszer, hisszátok az én emlékezetemre. Hadd járuljunk eléd igaz alázattal és hittel, amikor ebben a szentségben részesülünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Imádkozzunk, hogy ne ítéletet, hanem áldást vehessünk magunkhoz. Irgalmas Isten, nem akarunk önhitten, a magunk igazságában bízva asztalodhoz járulni, hanem egyedül nagy irgalmadban bízunk. Nem vagyunk méltók rá, hogy asztalodról lehulló morzsákat felszedegessük, de te ugyanaz az Úr maradsz, aki lényedből fakadóan mindenkor irgalmat gyakorolsz. Ezért, irgalmas Isten, add, hogy drága fiad, Jézus Krisztus testét és vérét úgy fogadjuk, hogy testünkben és lelkünkben megtisztulva mindörökké ő benne legyünk, és ő mi bennünk. Most pedig az Isten lelkének erejével és igének hatalmával hirdetem a ti bűneiteknek bocsánatát. Nincsen azért immár semmi károsztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban járnak, vannak, akik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint, mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított minket a bűn és a halál törvényétől. Amen. Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, de segítségedre szorulok és vágyódom kegyelmedre. Nem is bízom semmi másban, mint abban a most hallott drága igédben, amelyel asztalodhoz hívsz, és ígéred, hogy bűneim bocsánatát kapom tested és véred által, Uram. Nem kételkedem igédben, cselekedjél velem irgalmat szerint. Amen.
néhány szót szólok az úrvacsora rendjéről, a vételnek a rendjéről. Hát akik idevalósak, megszokták, hogy előről jövünk, tehát két oszlopban jövünk, és itt elő lesz a két lelkész, aki adja a kenyeret. A kenyér az kovászmentes, tehát tényleg egy ilyen kis pattanás fogunk hallani esetleg, vagy kivetjük. Aki viszont gluténmentes étrenden van, az egy ilyen határozott mozdulattal mutasson az középső kosára, mert arra rá is van írva, hogy gluténmentes, jó, tehát ahhoz nem is érünk hozzá, tehát azok a testvérek úgy vegyék. Aki viszont, utána pedig, ahogyan elhaladunk, megkaptuk a... Igen, súgnak, hogy a kamerát kimüljük és vigyázzunk rá. Tehát itt szépen összetalálkozunk. A kenyérvétele után jobbra-balra elmentünk a borért, és a borosztók pedig azt a jelzést figyelik, hogy ki emeli fel az ujját. Aki fölemeli az ujját, az alkoholmentes szőlőlevet kér. Tehát ezek a kódok, tehát hogy a lemutatott ujja középre az a gluténmentes kenyér, és a felemelt ujj pedig az alkoholmentes. Úgyhogy figyeljünk erre. Hátra van még az, hogy ki vehet úrvacsorát, ki jogosult, ki nem. Vannak felekezeti gátlásaink, katolikus, református vagy protestáns különbségek. Hát úgy foglalnám össze három pontban, vagy nem is tudom, hogy hány, majd meglátjátok, hogy nem az intézményi és nem a papíros dolgokra megyünk. Ebben lehet, hogy renitensek vagyunk, mi mind gyülekezet is, lehet, hogy a megdesz is, az nem tudom, de hogy Isten biztos, hogy a szívünknek a viszonyulását nézi. Tehát mi számít? A szívbeli elkötelezettségünk, a hitünk, amit már az eddigi liturgikus szövegekben hallottunk, Jézus Krisztus kereszt áldozata személye melletti kiállásunk. Akinek ez a helyén van, annak itt a helye is. Ha valaki ugyanakkor engedelmes akar lenni az intézményi elvárásoknak is, az nyugodtan a lelkiismeretére hallgatva a helyén maradhat, vagy élhet az imaszolgálattal, ahogyan Fanni már hirdette, és ha valaki még meg akarja várni a konfirmációt, a bérmálást, az elsáldozást, tehát nyugodtan nem törik meg a közösségünk egymással ezáltal, hogy ő a helyén marad, hanem élhet a csendben, az imádsággal és az imaszolgálattal. És mi van a protestáns katolikus különbséggel és az átváltoztatással? Ez mindig rázós téma. Hát a lényeg az, hogy bár valószínűleg teljes közösségben a mennyországban leszünk, ahol nem lesz református katolikus mennyország, de hadd mondjam a katolikus testvérek kedvéért, hogy mi is hiszünk az átváltoztatásban. Nem pont úgy, ahogyan talán a katolikus dogmatika mondja, de úgy hiszünk benne, hogy itt több van, mint emlékvacsora. Tehát nem csak emlékezünk Jézusra, hanem Jézus jelen van. Ugye azt mondta, hogy ha ketten vagy hárman összejöttök, a nevemben én itt vagyok közöttetek. Itt van, közöttünk van, Szent Lelke által is itt van, és amikor őt a Krisztus kereszt áldozatára emlékezve átvesszük az ő jegyeit, akkor tulajdonképpen egy mai bibliodráma részeseivé válunk, amikor részesedünk az ő áldozatában. És egy nagyon trükkös dolog történik, hogy miközben mi vesszük őt magunkhoz, ő is minket magához vesz. Tehát mi lehet, hogy nem hiszünk abban, hogy testileg itt átváltozik a kenyér, de hogy mi nekünk át kell változnunk az ő testévé, ami az egyház, az biztos. Tehát itt mondom, ez a dolog történik, hogy mi nekünk kell átváltoznunk, és ő változtat át minket, mert miközben mi őt esszük, ő tesz minket a saját testévé. Hát ez a csoda történik most. Testvéreim, mielőtt az asztalhoz járulunk, emlékezzünk. A mi Urunk Jézus Krisztus teste, amely megtöretett értetek, őrizzen meg titeket fedhetetlenül az örök életre. Vegyétek és egyétek annak emlékére, hogy Krisztus meghalt értetek. És a Urunk Jézus Krisztus vére, amely kiantatott értetek, őrizzen meg titeket fedhetetlenül az örök életre. Igyatok ebből annak emlékére, hogy Krisztus vére értetek kiantatott, és legyetek hálásak.
Amen. Thank you.
Adjunk hálát az Úrnak. Áldunk téged, mindenható Istenünk, hogy örömet és békességet ajándékoztál Krisztus Urunk testének és vérének közösségében. Kérünk, őrizd meg bennünk ennek a közösségnek az áldásait, hogy erős hittel ragaszkodjunk hozzád, és őszintén szeressük embertársainkat az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot közösen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Dicsérjük az Istent, és énekeljük az új énekes könyvünk 157. énekét, Őrhelyemre állok. Akiben megvan ez a remény.
mind megtisztítja. Halleluja, szent az Úr. Szent az Úr, halleluja, szent az Úr, szent az Úr, halleluja, szent az Úr, halleluja, szent az Úr. Szent az Úr, szent az Úr, szent az Úr. Az Isten tiszteletünk olyan formán véget ért, hogy Isten tisztelet, de folytatódik azért tovább, mert ennek a Megdesz tábornak egy gyönyörű szép reflexiós morzsaszedegetős ideje lesz most, és hát akinek pedig gyereke van, kisgyereke van, azt kérem, hogy mindenképpen menjen a gyerekekért. Fennállva fogadjuk Isten áldását. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Az Istennek békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Az új énekeskönyvünk 72. énekét énekeljük fennállva, Hozsánna.
hogy lássam, amit te, nyisd meg szemeimet, hogy hadd szeressek úgy, mint te szerettél. Fájjon, ami neked fáj, hogy elvégezzem azt, amire elhívtál, hogy készen álljak végül majd előtte. Hozsánna, hozsánna, jöjj megváltó király. Akinek menni kell, az bátran menjen, de aki tud maradni, maradjon. Remélem, hogy sokan fogunk gazdagodni a beszámolóitokból. Békesség Istentől, dicsértessék a Jézus Krisztust. Akkor most következik a morzsa szedegetés. Arra hívunk meg benneteket, hogy ha elhívást éreztek, akkor osszátok meg velünk az Isten élményeiteket. Fedezzük fel együtt azt, hogy milyen sok módon tud minket Isten megérinteni. Személyesen én azt gondolom, hogy valahogy ráérez arra, hogy most kinek mi a megfelelő, és úgy közeledik hozzánk. Arra kérlek, hogy jelentkezzetek, és gyertek ki ide, és osszátok meg velünk, és egy olyan másfél perces időkeretet szabjatok neki. Nagyon kicsit voltam itt, mert sok minden mást is csináltam, de végig éreztem ennek a tábornak a lelkületét és hangulatát, és nagyon boldog voltam, hogy több fiatalunk is a gyülekezetből becsatlakozott. Ami személyes, így egy dolgot emelnék ki, de sok volt, és nagyon, nagyon élveztem a kérdéseiteket a szemináriumban, meg az őszinte kereséseteket, amik a beszélgetéseinkben is így megnyilvánultak. Amikor én kértem ima szolgálatot tőletek, hogy az volt számomra az egyik csúcspont, hogy így hordozok terheket és minden, és egyszerűen, ahogy ott körülvettetek és rám tettétek a kezeteket, azt éreztem, hogy Isten ott van és átveszi, és egész másképp mentem az ima szolgálatból tovább, úgyhogy köszönöm ezt, és hát nagyon szeretném, ha gyülekezetünk van nálunk ima szolgálat, de szeretnék ebben még inkább megerősödni, mert nagyon érzem ennek a szolgálatnak az áldásait. Igen, de... Akkor, igen. Köszönöm, én még kicsibbet voltam itt. De hát az másokat bátorít. Én most számoltam, meglepett a dolog, 40 éve tértem meg, majdnem pontosan ilyenkor, és csak azt akarom most mondani, hogy valamikor az elején összehozott egy-két diákkal, az egyiket úgy hívják, hogy Herjecki Kornél, aki azt hiszem tegnap itt volt a Dórával a gyűlésen, a sors, és csak azt akarom nektek mondani, hogy tartsatok ki. Én nagyon megindító számomra ez a pillanat,
olyan csoportok találkoznak itt, akik az életemben nagyon fontos szerepet játszottak. Ugye a születésnép ajándék is, tudjátok, katolikusoknál az ember a lelki születésének akkor van a napja, amikor meghal, főleg ha szent. Evangélikák örökben ez máshogy mondják, de minden esetre a lényeg az, hogy én körülbelül 40 éve indultam, egyfajta születésnap nekem, de igazából nem ez a lényeg, hanem az, hogy tartsatok ki. Tehát az a háló, aki ti vagytok, az az imádság, amit képviseltek és továbbadtok látható és nem látható módon, az rettentő sokat számít. Ezt most fejedelmi többesben éppen úgy mondom a gyülekezetnek természetesen, mint most elsősorban megdesznek. Tehát még ha nehéz is, sok hupli van, tartsatok ki. Én végtelen hálás vagyok azért, hogy vagytok ti, azok vagytok, akik vagytok pont itt most, ebben a teremben. Isten áldjon titeket, és nagyon örülök, hogy hozzátok tartozhatok. Én is, meg a feleségem is, Kati, akit annak idején a megdeszben kaptam. Benne volt a másfél percben, 40 év röviden. Köszönjük szépen. Akkor ameddig valaki felbátorodik következőnek, megosztanám én is az egyik ilyen élményemet. Én hajlamos vagyok arra, hogy leginkább a természetben vegyem észre Istent. Egy nyári táborban voltam, a Pulzus szervezetnek a nyári táborán Erdélyben. És így este volt, már sötétség, de tiszta volt az égbolt, látszottak a csillagok, a többiek ott énekeltek a tűz körül, és én bámultam így a csillagokat, és azon gondolkoztam, hogy azért mindezt megteremteni, még Istennek se lehetett feltétlenül egy kis projekt. És hát úgy azon gondolkoztam, hogy így megcéloztam egy helyet, úgy két csillag között volt egy ilyen nagyon-nagyon mély sötétség, és azon gondolkoztam, hogy vajon ott is jelen van Isten, és amikor így felmerült ez a gondolat a fejemben, akkor így végighasított ott egy ilyen hullott csillag, és akkor úgy voltam vele, hogy ezt majd holnap a kis csoportom muszáj elmesélnem. És másnap kis csoport, tiszta égbolt, kék ég, feküdtem fűben a hátamon, és amiközben ezt mesélem el, akkor így észreveszek egy ilyen hatalmas nagy ragadozó madarat fenn az égen, így alig volt észrevehető. Szóval ezt így ilyen visszaigazolásképpen éltem meg, és többiek is látták a madarat. Szóval állíthatom, hogy valóságos is volt. Én csak egy bizonyságot szeretnék megosztani a hétvégéről. Szóval nekem ez az első nagyobb megdesz élményem, és csak nagyon hálás vagyok Istennek a kis csoportokért. Nagyon sokat szólt általa, és csak ezt a hálámat szerettem volna kifejezni, hogy mekkora erő van egy közösségben, mekkora erő van egy Istent kereső közösségben, és mennyire nagy áldás ezt megtapasztalni, és mekkora, nem is tudom, egy lendületet adott az én életemnek, úgyhogy ez csak inkább egy ilyen hála kifejezés. Köszönöm. Köszönjük szépen. Igazából Anna vagyok, vagyis a táborozóknak kisó, mert nagyon sok Anna van. Igazából úgy érkeztem a táborba, hogy én nem vagyok megdeszes, hanem helyi, és itt vannak a közösségeim, és akkor így kicsit úgy voltam vele, hogy most sok minden van, és máshol kéne lennem, nem itt a táborban, nem nyitottan érkeztem, de aztán Isten egyre nyitottabbá tett, és az alkalmakon keresztül, meg az embereken keresztül Isten nagyon sokat adott nekem ebben a táborban. Főleg így talán a legfontosabb üzenet, amit kaptam, hogy merjek újra remélni olyan témákban, ahol nagyon nehéz. És külön köszönöm annak a lánynak, aki megosztotta a versét. Nem tudom, hogy ki volt. Az nagyon sokat jelentett nekem. Köszönjük szépen. Most nem szóvicceket jöttem kimondani, és nem is fogunk medvét vadászni.
Igen, sokaknak ez erős emlék. Amikor megérkeztem, ugye harmastannak voltam a felelőse, és a harmastandon így hegyekbe álltak a dekoros cuccok, és megkerestem a dekoros felelőst, és hát úgy voltam vele, hogy segítsünk egymásnak, mi a feladat, és mondta, hogy hát az a cél, hogy kifeszítsük az eget gyakorlatilag. Egy ilyen kék kukászsákokból összerakott halakkal díszített, tehát ilyen kreatív dekor lett volna. Aztán amikor már több mint egy órája próbáltuk felrakni háromféle ragasztóval, különböző technikákkal, több létrával, akkor úgy realizálódott bennem, hogy amikor Jób könyvében megkérdezte az Úr, hogy ott voltál-e, amikor kifeszítettem az eget, így bennem realizálódott, hogy ez azért egy elég komoly meló. Aztán végül is nem lett kifeszítve az ég, úgyhogy ezt a szolgálatot meghajtuk Istennek. Viszont utána így a harmastand kipakolásán én nagyon hálás voltam a segítő csapatomnak. Elterveztük szépen, hogy hogy lesz a beosztás, hogy fogunk működni, egyéb hasonló. Hát nagyjából semmi nem valósult meg belőle, és amikor tegnap odajött hozzám az egyik munkatárs, meg egy-két másik ember, hogy éltem meg a szolgálatot. Én így elkezdtem sorolni, hogy mint a vezetője ennek a szolgálatnak, én azt láttam, hogy ez is hiba volt, azt is rosszul csináltuk, az se úgy működött, elkezdtem sorolni. És hogy végighallgatták, és mondták, hogy ebből semmi nem látszottam úgy. És én nagyon örülök neki, hogy ezt a visszajelzést kaptam, és arra szeretnélek titeket is bátorítani, hogy nem az a jó szolgálat, ami úgy sül el, ahogy te akarod, hanem az, ami úgy sül el, ahogy Isten akarja, akkor is, hogyha nem feltétlenül a te elképzeléseiddel kompatibilis. Úgyhogy a harmadstand működött, most is működik, ez ilyen félig meddig reklám, úgyhogy fönt lehet majd könyveket vásárolni, és volt, aki mondta nekem, hogy ezt nem hirdették soha, úgyhogy most hirdetem, hogy van bankkártya terminál. Ha nem hoztatok készpénzt, akkor is gyertek bátran. Köszönjük szépen. Én először is szeretnék hálát adni azért, hogy megkaphattuk ezt a helyet, hiszen igazából akár online térben is, vagy tér nélkül is megtapasztalhatjuk Isten, de ha van rá hely, ahol összegyűlhetünk, és egymás arcán megláthatjuk Isten képmását, az egészen más, szóval köszönjük szépen. És szeretnék hálát adni minden egyes emberért, hiszen aki egy picit is megfordult itt, azt is fel tudta Isten használni erre, hogy meglássuk őt, és hogy tanuljunk róla. És én egy vággyal kapcsolatos gondolatot szeretnék így a morzsaszedegetésben megemlíteni, hogy azok a vágyaink, amik rossznak tűnnek, vagy úgy jönnek ki, hogy akár károsan hatnak, azok is eredendően jók, és jó fele visznek, mert a legbelső nagy vágyaink Istentől jönnek, és Isten minden rosszat fel tud valami gyönyörű, szép megszületésére használni. Köszönjük. Sziasztok! Nekem ez volt az első Megdesz táborom, és én így helyi vagyok, szóval azért hallottam meg egy barátnőmtől, és nagyon kíváncsian jöttem ide, és rengeteget kaptam, és nagyon hálás vagyok azokért a csodálatos emberekért, akiket így megismerhettem itt, és úgy érzem, hogy Istenhez újra így közelebb kerültem, és nekem így a tegnapi dicsőítés volt az egyik csúcspont, úgyhogy nagyon köszönöm a dicsőítő csapatnak, hogy így voltak, és így az egész Megdesznek. Köszi szépen! Hali, bocs a munkaruháért, ez van.
egy Megdesz tábor előtt két nappal, amikor pakoltak itt a technikusok, akkor én vizsgáztam, és utána volt egy koncertjegyem, ezért nem voltam itt. Viszont a koncert alatt felhívott Rab Fanni, hogy szeretnék vezetőségi tag lenni. Azt mondta, hogy nem kell sietni, aludjak rá egyet, mert másnap ment neki a levél erről. És én aludtam rá egyet, és reggel elég nagy békességgel ébredtem a felől, hogy oda azt ajánlhatom magam Istennek, hogyha akar használni, akkor ezt visszajelezze, ha pedig nem, akkor helyez azokból a kezekből Megdesznek a következő egyet, amiben akarja. És írtam Faninak, hogy jó, és aztán meg visszaírt, hogy mit kéne írni, és akkor egy eléggé nagy ilyen bizonytalanság jött rám, hogy meg kellene fogalmazni ötleteket azzal kapcsolatban, hogy milyen fejlődési lehetőségek vannak a Megdeszben, és így tudom én egyáltalán, hogy mi kell, meg hogy nekem csak egy tapasztalatom van, specifikus szolgálatokban, tehát, hogy mit tudok én? Semmit, tehát eléggé elbizonytalanodtam. És aztán a péntek esti fórumon, amikor nekiálltunk ötletelni, addigra megszültem valamit, amit le is írtam, arról szólt, hogy szedjük össze a tapasztalatokat, rendszerezzük őket, tegyük őket jól elérhető, jól felhasználhatóvá, ilyesmi. És egyrészt picit így voltam, mert Nika sokkal jobban leírta, mint én, egy másik vezetőjelölt, és a fórumon 2-3 helyről is ehhez rímelő gondolatok jöttek vissza, és ez egy nagyon-nagyon nagy visszaigazolás volt így nekem, vagy nagyon megörültem, hogy érzékelem a közlegemet, nem tudom. És hogy így kb. Egy rugóra jár az agyunk, és megnyugodtam. Ennyi. Köszönjük szépen. Ezekkel a morzsaszedegetésekkel mindig az a baj, hogy nagyon nehezen indul be, és aztán alig lehet lelőni az embereket. Én azért jöttem ki, mert már ez már sokadik táborom, nem olyan nagyon sokadik, de már egy párszor voltam Megdesz táborba, és mindig az ilyen téli táborokkor előjön, hogy hát miért legyek is én Megdesz tag, amikor jön a közgyűlés. És gondolkoznak a diákok, hogy hát jó, én szívesen leszek Megdesz tag, de ez miért jó nekem? És akkor, amikor itt vagyunk egy ilyen táborban, szerintem két ilyen megjegyzésem lesz. Az első az, hogy itt lehetünk különböző szakokról, különböző képzettséggel, így összegyűlhetünk, és így láthatjuk ezt a kapcsolati hálót, ami igazán egyedi. Én nem tudom, hogy bárki bárhol, akármilyen gyülekezetben, vagy akármilyen egyéb konferencián találkozott ezzel. Ugye az ilyen keresztény konferenciák is általában ennél azért sokkal specifikusabbak, és itt a Megdeszen belül megismerhetjük az összes jelenlegi missziót, ami nem tudom, valamilyen szempontból érdekes nekünk, vagy érdekes lehet a jövőben, vagy amit csinálni szeretnénk. Ilyen az Alfa, a hitvédelmi kurzusok, a vezetői képzések, és nagyon sokat sorolhatnék még, szerintem ezt így tudjátok. És ezt a kapcsolati hálót szerintem nagyjából sehol nem lehet máshol megkapni. És a másik, ami erre átvezet, hogy ugye a Megdesz nem erről szól, hanem a kis közösségekről, de a kis közösségekbe ezzel a munícióval tudunk elmenni. Szóval ezt is mindenkinek elmondom, hogy ez a tábor engem, vagy általában a táborok engem így feltöltenek. Fú, ezt remélem nem én csinálom. Szóval ezek a táborok engem feltöltenek, és hónapokra feltöltenek ezen túl, és ezzel tudok jelen lenni. Így most sokkal jobb. Szóval ezzel tudok jelen lenni otthon a családban, gyülekezetben, más közösségeimben, a munkahelyemen. Köszönöm. Köszönjük szépen. Sziasztok! Nekem ez az első Megdesz táborom, és hát hallottam, hogy lesz ez a tábor. Én úgy voltam vele, hogy ó Istenem, mondom, ha itt kell lennem, akkor valaki hívjon el. Lejárt a jelentkezési határidő. Másnap kaptam egy üzenetet, hogy ugye akkor jössz Megdesz táborba.
mondom, már a jelentkezési határidő is lejárt. Azt mondja, még megoldható. Úgyhogy valóban megoldották, és hiszem, hogy ez az Istentől volt, és munkálkodott itt a szívemben ezen keresztül is. Köszönöm. Köszönjük. Sziasztok! Nekem is ez az első MegDeszt táborom, és rögtön szeniorként kezdtem ide. A párom már volt MegDeszt táborban, és ő mondta, hogy jöjjek el, mert hogy nagyon jó lesz, és hogy biztos tetszeni fog. És itt voltam végig, és aztán azt mondtam páromnak, és Borcsának is, hogy hát sokkal jobban jártam volna, hogyha amikor annyi idős voltam, mint ők, akkor nem animekonra megyek, hanem MegDeszt táborba. És ezt nem győzöm azóta se hangsúlyozni, de próbálom úgy felfogni, hogy nekem Isten azt mondta, hogy hát menj el hülyéskedni, és hogyha megkomolyodtál, akkor gyere vissza, és akkor folytatjuk. Úgyhogy próbálom így kikópolni ezt a veszteséget. Úgyhogy ebből kifolyólag azt szeretném nektek üzenni, hogyha van olyan barátotok, aki nem ide jött, akkor mondjátok el neki, hogy jöjjön el, mert hogy sokkal jobban fogja érezni magát, meg lehet Isten élménye, és ha még esetleg nem vallásos, akkor kicsit közelebb kerülhet Krisztushoz, meg megismerheti a tanításokat, és hosszú távon vagy évek múlva majd köszönetet fog mondani, és nem kell majd ezt mondania, mint most nekem. Köszönöm, ennyit akartam. Köszi szépen. Talán még egy-két személyre lenne idő. Én csak Nagy Gabinak és a szervezőcsapatnak szeretnék köszönetet mondani, illetve hogy hálás vagyok nekik, hogy megszervezték azt a tábort, és szerintem ezt mindenki nevében mondhatom, úgyhogy hálásak vagyunk értetek. Köszönjük és köszönjük a táborszervezést. Én csak röviden annyit szeretnék mondani, hogy nagyon hálás vagyok a szervezőcsapatnak, és nagyon-nagyon sokaknak, akik egyrészt anyagilag támogatták ezt a tábort, hogy eljöhettünk, hogy annak ellenére, hogy nem tudták ottalvósra szervezni, mégis szerintem egy remek tábor lett, és így a végére így fel sem merül bennem, hogy ó, milyen kár, hogy. Persze akkor biztos, hogy még kevesebbet aludtunk volna, de talán így jobban tudtunk figyelni az igehirdetésekre, a témára, és köszönjük a sok készülést az igehirdetőnek, Tamásnak is. Én személyesen nagyon sokat kaptam, mind a közösség által, általatok, azáltal, hogy ilyen nagyon sok új ember van, első táborozó van, ennek nagyon örülök, és tényleg hirdessétek, és remélem még találkozunk. Köszi szépen. Akkor itt lezárhatjuk. Igen. Sziasztok, én igazából még tavalyra vagyok adós egy morzsaszedegetéssel, azt hiszem. Tavaly úgy jöttem MegDeszre, hogy így már nagyon dolgozott a szívemben az, hogy lehet, hogy Isten lelkészi szolgálatra hív, és nagyon szerettem volna, hogyha ehhez van valami ige, vagy valami megerősítés, amire később rá tudok állni, és én ezt tavaly a MegDeszen a dicsőítés során kaptam meg. Úgyhogy ez nekem nagyon-nagyon sokat adott, és nagyon hálás vagyok ért, és az idei dicsőítésért is, mert ott is nagyon azt éreztem, hogy Isten megerősítés körülöl az ő szeretetével, szóval köszönöm a dicsőítő csapatnak és mindenkinek. Köszönjük szépen. Hát akkor itt véget ér a morzsaszedegetés, de lehet ezután is morzsákat szedegetni, osszátok meg egymással az ilyen élményeiteket, köszi. Bálintnak is köszönjük, hogy ebben vezetett bennünket, és nagyon örülök, hogy a hálaadás hangjai szólaltak meg itt a végén, ugyanis nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok embernek, és a legvégén természetesen Istennek is hálát fogunk adni ezért a táborért. Szalai Lídiát, a regisztrációért felelős munkatársunkat szeretném kérni, hogy ebben az önkénteseinknek szóló hálaadásban vezessen bennünket.
Sziasztok! Már ez is egy hagyomány a Megdesznél, hogy megköszönjük az önkénteseinknek azt, hogy szolgálatot vállaltak a táborba. Képzeljétek el, hogy a tábor több mint fele vállalt valamilyen szolgálatot, úgyhogy csak hogy tudjátok, nélkületek ez nem valósulhatott volna meg, vagy ha megvalósul is, nagyon nem ilyen lett volna. Úgyhogy hála és köszönet érte nektek. És van egy olyan hagyományunk, hogy a siketek nyelvén tapsolunk ilyenkor. Tartok majd szünetet egy-egy kategóriánál, és akkor tapsolunk, mutatom, hogy így. Ez lesz a tapsunk. Oké, hát akkor kezdjük is. Nagy-nagy hála a logisztikáért Varga Dávidnak, Baranka Györgynek, Kenyeresi Viktornak, Kéri Máténak, László Gézának, Lipták Ákosnak. A kis csoportok összefogásáért Jambrik Levinek és Habos Dettinek, a kis csoportok vezetéséért pedig Szénási Dórinak, Szákocsis Virágnak, Gabriel Sárának, Gröb Lilinek, Berta Kristófnak, Farkas Daninak, Taskovics Balázsnak, Stenke Cilinek, Varga Anna Sárának, Csernák Áronnak, Kese Orsinak, Veres Nikának, Soltész Emesének, Jákob Zsuzsinak, Bejó Matyinak, Kovács Eszter Csengének, Baracskai Gábornak, Pap Lázárnak és Hamar Misinek. Minden technikai dologért nagy hála. És Máté Annának, bocsánat, neki is nagy köszönet. A technikai dolgokért pedig hála Nyúl Sárának, Lehotai Kéri Andrisnak, Dobozi Petinek, Mike Ábelnek, Szabó Balázsnak, Peszlek Barninak, Németh Csillának, Nagy Sámuelnek, Marosvölgyi Leventének, Bújdosó Csillának, Steiner Orsinak, Mike Ábelnek, Zsója Gergőnek, Zsója Máténak, Kapocs Bálinnak, Márton Levinek, Babics Noéminak, Matus Barninak és Herman Fanninak. Oké, a stage-ért hála, azaz ami a színpadon történik, Varga Borcsának, Csizmarik Viktóriának, Veres Teónak, Csapó Szandinak, Kovács Bercinek, Jambrik Levinek, Steiner Orsinak, Szabó Bálintnak, Bánsági Andornak, Pordán Dominak, Pordán Barninak, Szabó Bencének, Hamar Misinek, Bokor Zsófinak, Benedek Zsófinak, Tóth Reninek és Turbusz Daninak. A lelkiségi programokért, ilyen az imaszolgálat, ilyesmi, nagy hála Steiner Orsinak, ő fogta ezt össze, és többek között még Streisp Anett, Balog Ági, István Ficsenge, Zámbó Hajnalka, Zámbó András, Szákocsis Endi, Lovász Peti, Németh Máté, Radnóti Attila, Donhauser Drabrik Rózsa, Jankovics Csaci, Csoma Zsófi, Csákfalvi Réka, Hatházi Dávid, Horváth Sándor, Tóth Milán, Vas Gabica, Vámos Polyák Dóra. Köszönjük nekik is. Oké, hát volt itt még étkezésünk, regisztráció, ilyesmi. Nagy-nagy hála Füke Grétinek, a jobb kezemnek, nagyon köszönöm neki a sok segítséget. És továbbá még segítőink voltak Sipos Zsófi, Rót Kinga, Bokor Zsófi, Nagy Marci, Fodor Misi, Turbusz Dani, Mészáros Dani, Bognár Judit, Habobás Tinti, Rémik Panni, Szegedi Blanka, Hargita Isára, Steinkiaka, Gilbanka, Gió Hajni, Gerdán Hanga, Nagy Anett, Antal Csenge, Máté Anna, Veres Teó, Józsa Máté, Frank Áron, Nagy Sámuel, Csukaréka, Beke Dorka, Kubinyi Zsófi, Tamási Bogi, Gazsó Mirella, Györfi Saci, Hekker Teodóra, Csukaréka, Gezsó Mirella, még egyszer Molnár Szabó, Emma. Oké, és még a regisztrációs felület programozásáért hatalmas hála Morandini Kristófnak. Oké, hát volt még kávézónk is, nagyon nagy hála értük is, akik ezt levezényelték, megcsinálták. Antal Csilla, Gabriel Sára, Tóth Renáta, Csizmarik Viktória, Tóth Enikő, Simcsik András, Szabó Karina, Sogrik Judit. A játékok levezényléséért hála Uri Beninek és az ő segítőinek, Sonkli Anna, Turbusz Dániel, Gerdán Hanga, Kovács Kinga, Cente Lili, Uri Imre, Maszárovics Dániel és Kubinyi Zsófi. Oké, még voltak szemináriumunk is, ezeknek az összefogója Csopó Szandi volt, segítői Gilbanka, Gió Hajni, Antal Csenge, Májer Máté, Hargitai Sára, Sogrik Judit, Farkas Dani, Csákfalvi Réka, Farkas Dani, Uri Beni. A szeminárium tartói pedig Endrédi Balázs, Szűcs Kinga, Gulyás Ádám, Matus Barni, Vekter Szili Orsolya, Zámbó Hajnalka, Liptai Gábor és Cinkiné Bálint Lea.
Hát még van egy kevés. Van még harmas standunk is, mint megtudtuk. Ennek az összefogója Blaskó Krisztián és az ő segítői Tóth Fruzsina, Petrik Laki Bogi, Matus Barni, Gerdán Hanga és Nagy Anett. Logó és program füzet szerkesztéséért Nagy Gabinak, Kotán Melittának és Nyakó Lackónak nagy hála. A dekort pedig Dervalics Petrának, Németh Csillának, Varga Anna Sárának és Balogh Hannának köszönjük. Az úrvacsora osztás morzsaszedegetésért pedig hála a Beke Dorkának, Petrics Botinak, Kese Orsinak, Maszadaninak és Szabó Bálintnak. Végül, de nem utolsó sorba, hagyj köszönjem meg az egész heti konferálás Nagy Gabinak és Kovács Bercinek. Köszönjük szépen. És még egyszer nagy hála, hogy itt voltatok, és ilyen módon is részesei voltak a tábornak, voltatok a tábornak, hogy szolgálatot vállaltatok bármilyen módon. És a regisztrációért és a regisztrációs csapat összefoglalásáért, fogásáért és az étkezések ügyintézéséért hála Szalai Lídiának. És most pedig Nagy Gabi főszervező asszonyt szeretném a mikrofonhoz kérni. Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Nekem jutott az a megtiszteltetés, hogy megköszönjem a főelőadónknak, Tamásnak ezt az egész heti helytállását és a tanítását. Nem szeretném sokáig húzni az időt, de engedjétek meg, hogy egy-két gondolatot hadd fűzzek hozzá ehhez a köszönethez. Amikor embereket hallgatok megnyilvánulni egy adott témában, akkor általában két dolog az, ami nagyon fontos a számomra. Az egyik az az, hogy milyen a szakmaiságuk, a hozzáértésük az adott témához, a másik pedig a jellemük. És amellett, hogy ezekben az előadásokban azt tapasztaltuk, és láthattuk, meg hallottuk, hogy felkészült és jártas vagy azokban a dolgokban, amiket velünk megosztasz. Hadd mondjam el nektek, hogy a 30 levélváltásunk, a telefonváltásaink és a személyes találkozóink során is végig a szeretetet és az alázatot tapasztaltunk a részedről, és ezért nagyon hálásak vagyunk, és nem lehetünk elég hálásak. Úgyhogy hát fogad részünkre ezt a kis csekélységet, hogy ne csak mi kapjunk tőled, hanem te is kapj tőlünk valamit. Kérlek téged, hogy bontsd ki, mert szeretnénk megmutatni a hallgatóságnak. Akik nem vettek részt a táborunkban, azoknak mondom, hogy volt nálunk ilyen bögre verseny, mondjuk így. Mindenki hozta a saját bögréjét, mindjárt elmondom, ez nem csak egy fekete bögre. Nem lenne túl kreatív a részünkről. Tehát, hogy tartottunk mint egy bögre versenyt. És hát én azt hiszem, hogy a vasárnapot biztosan te nyernéd. Megkérem Bercit, hogy jöjjön és segítsen megmutatni, hogy mit is rejt igazából ez a bögre, mert ez egy termobögre talán ez a szakifejezésre. Tamásnak voltak olyan tételmondatai a hét során, amit sokat ismételtünk, és hát ez egyike azoknak. Reméljük, hogy mindjárt ki is világlik a számunkra. Igen, már fehéredik. Mindjárt, folyamatban töltődik. Ez egy olyan mondat egyébként, amit az első találkozásunkkor hallottunk tőled és feljegyeztünk, és az önkénteseknek és a szolgálóknak is tudtulattuk, hogy erre készüljenek. Felolvasom, mit szólsz. A vágyakozás az életünkben egy olyan nyelv, amit a szívünk ért és az Isten beszél. Úgyhogy köszönjük neked, hogy hozzásegítettél bennünket, hogy egy kicsit talán jobban megértsük ezt a nyelvet. És még egy percet engedjetek meg, hogy hadd köszönjek el tőletek még így fél hivatalosan most itt a színpadon. Nagyon nagy öröm van bennem, hogy ilyen sokan jelentkeztetek, hogy eljöttetek. Nagy öröm volt bennünk, amikor az első jelentkező megnyomta a jelentkezek gombot. Nagyon sok héten és hónapon át gondolkoztunk a szervezés egyes területeiről, a témáról, az előadóról, a szemináriumokról. És az a gondolat volt bennem, amikor ezt a tábort megnyitottuk, hogy ez valahogy ez a tábor legyen egy olyan sátor, ami felett az Isten jelenléte ott nyugszik. És amikor Izrael népe a Szent Sátort úgy rendezte be, ahogy az meg volt mondva nekik, azután azt írja az ige.
Bocsánat, egy kis technikai szünet. Ekkor beborította a felhő a kijelentés sátrát, és az Úr dicsősége betöltötte a hajlékot. És Mózes nem tudott bemenni a kijelentés sátrába, mert rajta nyugodott a felhő, és az Úr dicsősége betöltötte a hajlékot. Valahányszor felszállt a felhő a hajlékról, útnak indultak Izrael fiai egész vándorlásuk alatt. Ha nem szállt fel a felhő, nem indultak el ők se, amíg föl nem szállt. Mert nappal az Úr felhője volt a hajlékon, éjjel pedig tűz volt rajta. Izrael egész háza látta ezt vándorlása egész idején. És mikor megnyitottuk ezt a tábort, akkor azért imádkoztunk itt az önkéntesekkel és szolgálókkal együtt, hogy ez a hely, ez most hagy legyen egy ilyen sátor, amin az Isten jelenléte nyugszik. És most már ebben az időben az a kiváltságunk, hogy nem az történik, hogy Isten jelenlétében nem léphetünk be, hanem Isten azt választotta, hogy belép a mi életünkbe, és lehetünk a Szentléleknek a templomai. És azt kívánom nektek, résztvevők, táborozók és a gyülekezet tagjai, hogy amikor ma elhagyjuk ezt a sátrat, akkor ki hadd tudja az Isten jelenlétét magában hordozni, és sátor lenni azoknak, akik még nem ismerik őt. Úgyhogy köszönöm, hogy eljöttetek. Gabinak mondanám, hogy ne menjen olyan nagyon messzire, mert hogy nem csak a konferálásért vagyunk hálásak neki, hanem tényleg azért, hogy a szervezőcsapatot, egyenként annak tagjait, munkatársakat, önkéntes munkatársakat nagy szeretettel és szelídséggel és határozott vezetéssel fogta össze. Úgyhogy aki korábbról ismeri Gabit, bár aki mostanában találkozott vele, vagy csak ezen a héten, szerintem annak is feltűnt, hogy nagyon stílusosan, igényesen, ízlésesen és dekoratívan öltözködik. Ezért az ő ajándéka, az nem egy jelzésértékű valamicsoda, én sem bontom ki, hanem majd neked kell, Nagy Gabriella, Megdesz munkatárs, nagy tapsot neki. De jó, pont hozzád választottam ezt a szalvétát, amiben az ajándékod van, mert borítékot nem találtam. Szóval, hogy ez ilyen megdeszes, igen. Szóval, hogy kérlek, nézd meg, hogy mi ez, és mondd el nekünk aztán. Uha. Tehát ez a kártya a Szalai Katalin kártyája, egy ajándékkártya, stílus komponista, okleveles szín és stílus tanácsadó kártyája. És jól sejtem, hogy akkor van egy időpontom, ide vagy. Amit majd megbeszélsz vele, de sok szeretettel, és köszönjük szépen. És még egy utolsó hálaadás. András, Zámbó András talán itt volt tegnap, amikor az első táborozóinkat az Élet az Úr című Oroszlán király dallal bevontuk a Megdeszbe. Ez egy rituális pálmaolajjal történő megkenés volt a homlokon, nutellával. És valójában a Andrással és Hajnalkával mi a nyári Megdesz táborban találkoztunk közösségileg először, amikor mindig elfejtem a témát, Választott Sors címmel vezettek bennünket a transzgenerációs örökségeink és ezek feldolgozásában, és akkor egy beszélgetés során merült fel az, hogy most mi legyen a táborunkkal, hogy legyünk, költséghatékonyság, energiaárak, nem tudom, és ők éltek akkor ezzel a nagyvonalú felajánlással, hogy akár otthont adnak a mi összejövetelünknek, de hogy a téli táborban valójában ők is első táborozók, úgyhogy kérlek, gyertek ki. Nem fog megtörténni. Megtörténjen? Hát figyeljetek akkor. Szóval azért nektek egy ilyen... Tényleg szeretnétek, hogy megtörténjen? Jó, oké. Akkor kérnék két bájos segítőt, Pordán Domit, és... Tessék? Ja, nem fog leesni. Legyen mondjuk Pordán Domi és Gerdán hanga, és a technikusokat, ha gyorsan előkeresik a Circle of Life-ot, igen. Üdvözl legyetek az első táborunkban, nem tudom... A hangának, ha van kedve, de igazából bárki másnak, Sárának is. Köszönöm. Oh.
Ez egyben hálaadás ezért az otthon teremtő lelkületért, amivel voltatok felénk. Köszönjük szépen, hogy otthon tartatok, a Nutella a tiétek. És tényleg Istené legyen a dicsőség. A gyülekezet jelenlévő tagjai számára, meg az első táborozók felé mondom, hogy hagyományosan egy ilyen, tényleg olyan, mint amúgy a szózat, hogy utána már nem történik semmi az elpakoláson kívül. Szóval, hogy a Megdesz himnusszal, csak Istené legyen minden dicsőség kezdetű dallal szoktuk lezárni az alkalmainkat, a táborainkat, de előtte még néhány praktikus info és hirdetések következnek. Pár perc. Igen, ilyen könnyen még nem szabadultak tőlem, úgyhogy még egy utolsóra visszajövünk hirdetni, kicsit profánabb vizekre evezve. Akkor addig kezdem én. Most szeretnélek benneteket megkérni, akinél van telefon, hogy azt vegye elé, ugyanis fontos számunkra a visszajelzésetek, és az, hogy mit gondoltok erről a táborról, mi az, ami bennetek zajlott, mi az, amin esetleg változtassunk. Elvileg már megérkezett a postafiókotokba az e-mail és forma, amit szeretnénk kérni benneteket, hogy töltsétek ki. Igen, és köszönjük. Egyébként, hogy szóban megosztottátok. A post-itről beszéltünk nektek, hogyha bennetek van egy sztori, amit elmesélnétek, Fodor Misit keressétek ezzel, és akkor itt van ez a lehetőség, hogy egy Google Formban is visszajelezzetek nekünk, hiszen nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy ti hogy éreztétek magatokat, mi az esetleg, amiben változtatnátok, vagy hogy így általában mit mondanátok nekünk. Erre most egy 5 percet fogunk szánni, úgyhogy kérlek, hogy töltsétek ki, és aztán folytatjuk még. Thank you.
bizadalmunk van abban, hogy ezt meg tudtátok eddig épségben őrizni, és ezt szeretnénk vissza is kérni, úgyhogy majd kifogadjátok bele egy kosárba. Ezt használjuk. Jó, akkor majd megosztjuk. Aki elveszett tárgyát keresi, avagy talál olyat, aminek nem tudja, hogy ki a gazdája, akkor azt kérem, hogy a bejáratnál levő asztal alatti dobozba helyezze és keresse a dolgokat. Az ebéd. Ebédelni fogunk ma is. Aki rendelt ebédet, a szokott rendszerint kérjük, hogy vegye át és fogyassza el. És arra kérnénk benneteket, hogy a megmaradt ételt, pontosan visszahelyezve a doboz fedelét, tegyétek a szemetes zsákokba, és fontos, hogy zárjátok rá, mert különben minden szétfolyik mindenfelé. Korábban jeleztük, hogy hálásak vagyunk, hogyha segítetek a pakolásban. 4-5 emberre van szükség majd itt a technikánál, hogy a kábeleket összepakoljuk. Azt légy szíves, itt a keverőpultnál jelentkezzetek, akiben van erre elhívás. És a székek és a további dolgok pakolásánál légy szíves, Dávidnál jelentkezzetek, aki ott hátul bujkál egy piros nyakbaakasztóval és keményen integet. Aki adakozni szeretne, az ajtókon kilépve találja a persejeket, kérjük oda, helyezze majd el az adományát. Szeretett vendégséggel készült számunkra a gyülekezet, amit ezúton is nagyon szépen köszönünk. Ezt majd az ebédidő alatt közben tudjátok elfogyasztani szintén az előtérben. És amit még szeretnék hirdetni, az az, hogy nem ér véget teljesen a táborunk a mai nappal, ugyanis 13-án este 6 órakor egy téli tábor afterre fogunk találkozni. A Black Dogban valószínűleg, de e-mailt fogtok kapni róla, és várunk benneteket szeretettel, hogyha tudtok jönni, akkor várunk titeket. Akkor amennyiben semmi más hirdetnivaló nincsen, következik a Megdesz himnusz.